Ez a szálfa segített előkészíteni az új kopjafa betonalapját, de nem sokára egy újabb köztéri alkotás lesz látható itt. Több helyi közéleti és civil személyiség is az Egri Mi Hazánk kezdeményezése mellé állt, így összejött a kellő pénz ahhoz, hogy egy zetelakai művész elkészítse a Petőfi térre szánt kopjafát, mondta el a párt önkormányzati képviselője. Dr. Pápai Ákos azt mondta, mindenképpen szerettek volna a kitelepített felvidéki magyaroknak emléket állítani. Beszédet mond dr. Popé Gyula, ő egy szlovákiai magyar történész, nem mellesleg az MTA doktora, egy elég komoly beszéddel készül, lesz műsor népzenésszel, előadó művésszel, színésszel, és helyi gimnazisták is előadnak valami művészi produkciót. Azt gondolom, hogy mindenki számára egy érdekesség lesz, egy kevésbé ismert történelmi helyzetet tudunk megmutatni. Pápai Ákos szerint nincs olyan város Magyarországon, ahová ne telepedtek volna le az elüldözött magyarok közül. A kopjafa állítás tehát pénteken 14 óra 30 perckor következik a Petőfi téren. A programon jelen lesz Dócs Dávid, a párt országgyűlési képviselője, aki pedig előtte 13 órától utcafórumot tart egy másik helyszínen, a Dobó téren.